Ilyen egy korábban használt, és ilyen az új energiafogyasztási címke. Egy idén március 1-én életbe lépett uniós szabályozást tette kötelezővé a feliratok egységesítését a környezet tudatos vásárlás elősegítése érdekében. A korábbi pluszos jelölések helyett immár A-tól G-ig kell besorolni az elektronikai cikkeket, amelyen az A a leginkább, a G pedig a legkevésbé energiahatékony szintet jelenti, hangzott el a 35 percben. Színesnek kell lenni a címkének, ellenőrzések során hatóság talált olyat, hogy fekete-fehérbe került kinyomtatásra, ez nem megengedett. Most az első időszakban az A jelölést azt szabadon hagyják, B-nél kezdődnek, hogy lehetőség legyen fejleszteni és minél jobb, hatékonyabb berendezéseket előállítani a gyártónak. És hát nyilván a sötét zöldtől a pirosig megy a színezés. Az energiahatékonyságon kívül pedig a zajszintet és a felhasznált energiát is fel kell tüntetni piktogramokkal. Márciusban a televízióknál, hűtőknél, fagyasztóknál, mosógépeknél és mosogatógépeknél lett kötelező az új címkék használata, szeptembertől pedig a fényforrásoknál. December elejéig ugyanakkor türelmi időt kaptak a kereskedők. Még jelen pillanatban csak figyelmeztetik, illetve hát azokra a berendezésekre, amelyek már március 1-től hatályban vannak, azokra szigorúbb előírások vonatkoznak. A változtatást egyébként azért rendelték el, hogy a vásárlók könnyebben ki tudják választani, melyik terméket érdemes megvenniük. Az állami számvevőszék nemrég készített felméréséből kiderült, az energiahatékonysági jellemzők a válaszadók több mint 4/5-ének választását befolyásolják.